És a mi lelkünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, megtart és igazgat mindeneket. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Testvéreim, kezdjük el a mi Isten tiszteletünket a 24. Zsoltár első versének az eléneklésével. Az Úr bír ez egész földdel és minden benne élőkkel. Köszönjük neked, felséges Istenünk, édesatyánk, hogy ilyen biztatással és ilyen ígérettel vársz bennünket ezen a mai vasárnap reggelen, mint ahogyan elhangzott közöttünk a te ígédben. Köszönjük a te oltalmazó kegyelmedet. Köszönjük, Urunk, azt, hogy nem szűnsz meg beleszólni az életünkbe, és nem szűnsz meg fölöttünk tartani a te hatalmas, gondviselő, teremtő kezedet. Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy ismerhetünk, szerethetünk téged, és úgy tekinthetjük magunkat, mint a te gyermekeidet, még akkor is, hogyha méltatlanok vagyunk rá. Mert, Urunk, méltatlanok vagyunk rá. Véghetetlenül és szörnyűségesen. És mégis, hadd jöjjünk így, ami méltatlanságunknak a teljes tudatában eléd, és hadd tárjuk ki előtted a mi szívünket, és lásd meg benne, Urunk, azt, hogy vágyakozunk utána, hogy mégis szeretünk téged, annak dacára, hogy mindig csak megbántani és megszomorítani tudunk téged. Köszönjük, hogy elfogadsz mégis a Jézus érdeméért, és könyörgünk is, hogy rejts el bennünket a Jézus Krisztus érdemébe, és így tekints reánk gyermekeidre, és ebben erősíts meg bennünket, Urunk, ebben a kegyelemben, hogy benne maradhasson a mi életünk a Krisztus érdemében, elfedezve minden nyomorúságunkat, minden hitványságunkat az ő áldozatában. Jézus nevében könyörgünk, hallgass meg bennünket most is. Amen. Istennek az az igéje, testvérek, amelynek alapján az ő szavát szeretném hirdetni, írva található a Mózes első könyve első részének az első 5 versében a következőképpen. Kezdetben teremté Isten az eget és a földet. A föld pedig kietlen és puszta volt, és sötétség volt a mélység színén, és az Isten lelke lebeg vala a vizek felett. És mondta Isten, legyen világosság, és lőn világosság. És látta Isten, hogy jó a világosság, és elválasztá Isten a világosságot a sötétségtől. És nevezi Isten a világosságot nappalnak, és a sötétséget nevezi éjszakának. És lőn este, és lőn reggel, első nap. Eddig a szentünk. Kedves testvéreim, sokan vannak itten közöttetek, akik tudják, hogy a hétközben tartott bibliaórákon közel 2 esztendőn keresztül a heidelbergi KT tanulmányozásával foglalkoztunk. Mivel ez most
a múlt héten befejeződött, szeretnék egy új sorozatot kezdeni a hétköznapi bibliaórákon. És be is jelentettem, hogy milyen új sorozatot szeretnék kezdeni. Tudnék, az Ó és Új Szövetségi kijelentés összefüggő magyarázatát. Tudnék, hogyha az egész isteni kijelentés hatalmas masszívumát a maga teljes összefüggésében szemléljük, akkor látjuk igazán, hogy hogyan illeszkednek bele az egyes részek az egészbe, és hogyan bontakozik ki az egész az egyes részletekbe. Akkor látjuk igazán, hogy hogyan húzódik végig az egészen, az első lapjától a legutolsó lapjáig egyetlen egy fonál, az Isten szeretetének a fonala, az Isten világot megváltó akaratának a fonala, az Istennek az emberiség megváltásáért küzdő szeretetének a fonala. És csak is így lehet ebben a 66 különböző könyvet tartalmazó, és mégis szerves egységet alkotó hatalmas írásműben helyesen eligazodni. Nos tehát, a majd hétközben folytatandó sorozatnak a bevezetését szeretném mostan elmondani. Az egész isteni kijelentésnek a csúcspontja Jézus Krisztus, az ő személye, vagy talán helyesebben még így hadd mondjam, hogy az ő halála és az ő feltámadása. Tehát az egész világ történelemben nem egészen 3 napnak az eseménye. De ez a rövid 3 napi esemény olyan, aminek nagyon-nagyon hosszú előzménye van, és talán még sokkal hosszabb következménye van. Ahhoz, hogy az isteni kijelentés kezdettől fogva fölérkezhessék egészen a csúcsra, a Jézusban adott isteni kijelentésig, hosszú évszázadok történelmének az útját kellett előbb végigjárnia. Erről az előzményről, tehát a Krisztusban adott isteni kijelentés előtörténetéről szól az Ótestamentum. Az Ótestamentumnak a középpontjában egy nép történetéről szóló híradás áll, a kiválasztott nép történetéről szóló híradás áll, amelyik azután végül a szabadító eljövetelébe torkollik bele. De ahhoz, hogy a szabadító eljöhessen, aki aztán az egész világ számára hozza a szabadulást, a megváltást, ahhoz annak a bizonyos kiválasztott népnek hosszú évszázadokon keresztül való történelmére, sőt több évezreden keresztül való történelmére volt szükség. Annyira, hogy az a bizonyos 3 nap nem is érthető igazán, anélkül a hosszú-hosszú út nélkül, amelyik hozzá vezet. És viszont ez a hosszú út, ez a hosszú történelem céltalan és értelmetlen lenne, anélkül a bizonyos 3 nap nélkül. Így függ össze, így kapcsolódik egymásba a Bibliának a 2 része, az Ótestamentum és az Új Testamentum. Az ígéret és a beteljesedés. Na már most testvérek, mindezt azért mondottam el idáig, hogy ebben a nagy összefüggésben kap helyes perspektívát ez a legelső mondata a Bibliának: kezdetben teremté Isten az eget és a földet. Ezt a szót, hogy kezdetben, akkor értjük meg helyesen, hogyha rögtön annak a folytatására is gondolunk. Mert ez a szó, hogy kezdetben, azt jelenti, hogy Isten elkezdett valamit. És amit az Isten elkezdett, azt folytatja is tovább.
Tehát ez a kezdetben szó, ez nem egy idő meghatározás. Nem egy valamikor nagyon-nagyon régenre mutat vissza, hanem éppen arra a hosszú útra, amiről az elébb beszéltem. Arra a hosszú történelemre, amelyik Isten és az ember között lefolyt. Egészen addig, amíg az Istennek a világ fölött való fájdalma elérte a csúcsát, a Golgotát. Amíg az Isten, tehát egészen addig, amíg az Isten a maga legsajátját, a maga legkedvesebbjét, a saját lényéből való lényét, a Biblia szavai szerint az ő egyszülött fiát beleadta ebbe a világba, ezért a világért. Tehát egészen addig, amíg az Isten fia maga belejött ebbe a világba, védtelenül, kiszolgáltatottan, dísztelenül, mint a bűnösöknek a barátja. És mindezt azért, hogy megkeressen bennünket az Isten, hogy egészen velünk legyen, és mellettünk legyen az Isten, mert ennyire ragaszkodik hozzánk az Isten. És itt kell elámulni az embernek az Isten láttán, itt a Golgotán. Itt a nyitott sírnak a szemlélésénél. Mert ez az érthetetlen, mert ez a csodálatos, mert ez a felséges. Az, hogy ilyen Istenünk van. Nos, ez az Isten, aki a Krisztusban ekkora áldozatot hozott ezért a világért, meg te éretted. Ez az Isten teremtette kezdetben az eget és a földet. Ő teremtett talajt a lábunk alá, kezdettől fogva, és mindig újra. Őtőle van minden, ami van. Ő teremtett mindent, az eget, a földet, az egész látható és az egész láthatatlan univerzumot. Tehát ez a kijelentés, hogy kezdetben teremtette Isten az eget és a földet, és mindaz, ami utána következik még a teremtés történetben, semmiképpen nem természettudományos megállapítás, hanem éppen hitvallás. Olyan hitvallás, amelyik az Isten működésének a szélességét és egyetemességét zengi, és azon annak hódol, annak az Istennek hódol, aki önmagát se sajnálta beleadni ebbe a világba, amelyiket teremtett. Itt egyáltalán nem az a fontos, hogy hogyan állott elő ez a világ, hogyan fejlődött ki olyanná, amilyen, persze, a tudományos értelmünk számára ez nagyon is fontos kérdés. De az életünk és a halálunk szempontjából nem fontos, hanem csak az a döntő, hogy ez az Isten az, akinek mi is a kezében vagyunk. És hogy ez a világ az ő világa, amelyikben mi is benne élünk. Már most testvérek, éppen ezért helytelen dolog mindenféle konfliktusnak az erőszakolása a bibliai teremtés történet és a természettudományos világ előállási magyarázatok között. Helytelen ez akkor is, hogyha valaki a Biblia felől próbálja támadni a tudományt. És helytelen akkor is, hogyha a tudomány felől próbálja támadni a Bibliát. Sajnos ebbe a konfliktusba nagyon sokan beleestek, és beleestek mind a mai napig, mind a két oldalról. De maradjunk mi csak a mi oldalunkon, a Bibliának az oldalán. Még ma is sok hívő ember van, aki a bibliai teremtés történetet egyszerűen szembeállítja a természettudományos magyarázattal, mondván, hogy a bibliai tan az igaz, mert az Isten így jelentette ki, tehát ennek így kell lennie,
és előbb-utóbb a természettudománynak a tévedései ki fognak derülni. Ezen az úton előbb-utóbb nagyon súlyos hitbeli válságba jut bele az ember. Mert kénytelen lesz tapasztalni, hogy a tudománnyal szembeni vitájában alul marad. Mások megpróbálják a bibliai teremtés történetet és a természettudomány összhangba hozni egymással, harmonizálni egymással. Mondván, hogy a modern természettudomány ímé egyre jobban igazolja a Biblia állításait. Ez is fölöttébb erőszakolt magyarázkodás, mert testvérek, a természettudomány nem igazolja a Biblia állításait. És nem is szükséges, hogy igazolja. Tehát a konfliktus abban van, hogy vagy a természettudományt áldozza föl valaki a hitéért, és ezt nagyon helytelenül teszi, vagy a hitét áldozza föl a természettudományért, és ezt is nagyon helytelenül teszi. Ennek a konfliktusnak a megoldása egészen máshol. Ott, hogy nincs is konfliktus. Hogyha tudnélik, helyesen értelmezzük a Bibliának az első lapjait, akkor kénytelenek vagyunk rájönni arra, hogy egyáltalán semmi konfliktus nincs a bibliai teremtés történet és a természettudományos magyarázgatás között. Egész egyszerűen azért, mert a bibliai teremtés történet nem csalhatatlan világkeletkezési elmélet, amit bármilyen más tudományos elmélettel össze lehetne hasonlítani, vagy szembe lehetne állítani, vagy egyáltalán egyenlő partnerként lehetne kezelni. Hanem a bibliai teremtés történet egészen más, ahogy az elég mondottam, hitvallás. Mégpedig olyan hitvallás, amelyiket természettudományos érvekkel és kutatásokkal sem alátámasztani, sem cáfolni nem lehet. Hadd próbáljam ezt egy egyáltalán nem jó hasonlattal megvilágítani. Éppen úgy nincs ellentétben egymással a bibliai teremtés történet és a természettudomány, mint ahogyan a fizikában a hangtan és Händelnek a Halleluja kórus műve nem lehetnek ellentétben egymással. Bár mindkettőben a hangokról van szó, de mégis egészen más az egyik, és egészen más a másik. És a hangtan fizikai törvényeivel sem alátámasztani, sem megcáfolni nem lehet azt, hogy a Halleluja kórus műben a hit áhítata zeng dicsőséget az Istennek. Tehát ezt értsük meg, testvérek, nagyon-nagyon jól, és ezt véssük mindig újra bele a szívünkbe, és hirdessük el mindenütt, amerre csak tudjuk, hogy a Bibliának az első részei, amelyek a teremtésről szólnak, nem tudnak és nem is akarnak semmiféle történelmi vagy tudományos igényű leírást adni a világ előállásáról. Sőt, még csak nem is egy időben végbe ment valóságos történést írnak le. Még kevésbé a világegyetem struktúráját akarják bemutatni, hanem valami egészen másról van itten szó. Annyira másról, hogy itt nem is a világ teremtéséről van szó, hanem a világ teremtőjéről van szó. A világ teremtő Istenről. Tehát ez a leírás, mint egy hatalmas,
monumentális nyelven zengi Istennek, mint teremtőnek a dicséretét és dicsőségét. Úgy hangzik a maga súlyos, visszavisszatérő, veretes szavaival és mondataival, mint egy kozmikus litánia, amelyikben minden teremtmény hódol az ő teremtőjének. Ez a történet a teremtő Isten dicsőítésében zeng öröm éneket, afölött, hogy milyen hatalmas és milyen nagyszerű a lét, és milyen gyönyörű szép a világ. És ez az Isten dicsérő himnusz lényegénél fogva több szólamú, annyira gazdag túláradású, hogy egyféleképpen nem is lehet elmondani, nem is lehet kifejezni. Ezért van már rögtön a Biblia legelején kétféle variációja is a teremtés történetnek elmondva. Amit te az első részben és a második részben, amit tehát harmonizálni egymással teljesen fölösleges lenne, de nem is lehet. Visszavisszatér ez a dallam, ez a dal, mindig újra a zsoltárokban is, hallottátok a 121. zsoltárban is, meg a többi zsoltárokban is. Sőt, a prófétáknak az írásaiban is. És mindig újra azt zengi, azt a boldog fölismerést, hogy az Isten kezé, a mi Istenünknek a kezében van minden. A szenvedésünk és az örömünk, ellenségeink és barátaink, sötétség és világosság, föld és tenger, az egész mindenség. Minden az ő kezében van, mert ős eredetében is az ő kezéből jött el. Nem kell tehát a modern ember hitének megtorpannia a Biblia első lapjánál. Mondván, hogy jaj, micsoda avult és micsoda túlhaladott dolgok vannak itten leírva. Mert testvérek, az Istenben való hit nem is ott kezdődik, hogy kezdetben teremté Isten az eget és a földet, hanem az Istenben való hit ott kezdődik annál a fölismerésnél, hogy megkönyörült rajtam az Isten. És ezt a részt, a teremtésről szóló részt akkor értjük meg helyesen, hogyha kezdjük ráépíteni az életünket arra a hatalmas tényre, hogy mindig és mindenütt, ami mennyei atyánknak, a hatalmas teremtő kezében vagyunk elrejtve. Mert ő, aki a Krisztusban a gyermekeivé fogadott bennünket, megkönyörülvén rajtunk, ő a világ ura, aki teremtette azt. Az egész életünknek szinte a legalapvetőbb valósága az a hit, hogy a kegyelmes Isten, a megváltó Isten, teremtő Isten nem szűnik meg teremteni. És nem szűnik meg belekiáltani a sötétségbe, hogy legyen világosság. És a világosság nem szűnik meg lenni az ő szavára. Nézzétek, itt is a legelső szava, a legelső teremtő szava az Istennek így hangzik, hogy legyen világosság. Amit az Isten maga körül szétáraszt, miközben teremt, az mindig a világosság. Ahol az Isten szava megszólal, ott mindig világosság tán. De sokszor éreztem ezt temetések alkalmával, amikor a gyásznak a sötétsége ráborul az emberekre,
és az ember érzi a maga tehetetlenségének a tudatát, a vigasztalás lehetetlenségében, mert mit tudnánk mondani valamit a halállal szemben, ami megnyugtató lenne, ami hiteles lenne, ami vigasztaló lenne. És akkor megszólal az Isten szava, és egyszerre a sötétségben fölgyullad valami fény, a vigasztalásnak valami csodálatos világosság. És éppen ez az, Istennek ez a teremtő szava, hogy legyen világosság. Ez az, amiből a hívő ember ma is erőt, vigasztalást, bátorságot, bizalmat, örömet meríthet az élet mindenféle sötétségében. Hinni egyenesen azt jelenti a bizalmunkat ebbe a legyen világosságba vetni, és az Istent olyannak ismerni, aki az ő parancsszaváért helyt áll, és azt végre is hajtja. Nézzétek itt is a parancs után, azt olvassuk, hogy és lőn világos. Elüzetett a sötétség, és lőn világosság. És olyan csodálatos ez a sorrend, ahogyan itten van, hogy lőn este, és lőn reggel. Jól figyeljétek meg, nem az van, hogy lőn reggel, és lőn este. Ahogyan a mi életünkben általában, hogy reggeltől esteig számítjuk a napot. Nem, hanem fordítva. Az este megy, és a reggel jön, amint az Isten szól, az Isten szavára. Ahogyan Pál apostol is mondja, az éjszaka elmúlt, és a nappal elközelgetett. És ez testvérek azt jelenti, hogy az életnek mindenféle sötétség, tehát a bűnnek a sötétség, meg a félelemnek, meg a gyásznak, meg a szenvedésnek, meg a halálnak, meg a sírnak a sötétsége. Elvileg mind a múlté legyőzetett. Mögöttünk van az éjszaka, és előttünk van a nappal, íme már itt földerül a húsvétnak a fénye. Ugyanaz a győzelem ez, ami a Krisztus feltámadásában diadalmaskodott. A húsvét világosságával kezdődik mintegy a világtörténelem. És a húsvét világosságával fog majd befejeződni valamikor a világtörténelem. És ez a világosság már most valóság. Olyan valóság, amire számítani lehet. Ami az életünket és ezt az egész világmindenséget hordozza. Hatásaival át meg áthatja, tartja, élteti, és nekünk, akik az Istenben hiszünk, szabad ennek a világosságnak a fényében látni az életet és a világot. Kinyitjuk a Bibliát, és ímé rögtön a legelső lapon már azt a biztatást kapjuk, hogy az életet, a magunk életét, meg a körülöttünk élő többi emberek életét olyan reményteljesen és olyan pozitívan lássuk, ahogyan csak a világosságot teremtő Istenben való hit jogosíthat föl rá. És látá Isten, hogy jó a világosság. Ez az Isten áldása a világosság. Isten a világosságot akarja. És azt akarja, hogy mi is az ő világosságában járjunk. És aki ezt teszi,
annak az életében soha se lesz többé igazi sötétség. Sőt, annak az életéből másokra is árad ki valami világosság. Az maga is világossággá lesz. Az életnek sokszor olyan sötét utai. Ezekre mondja Jézus is, ti vagytok a világ világossága. Úgy fényljék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy látván a ti jó cselekedeteiteket, dicsőítsétek a ti mennyei atyátokat. Legyen világosság, és lőn világosság. Ámen. Köszönjük neked, hogy ezt mondhatjuk neked, édes atyánk, és hogy kedves gyermekeidnek tekinthetjük magunkat. Köszönjük, Urunk, hogy annyit törődsz velünk, hogy annyira ragaszkodsz hozzánk. Köszönjük néked, Urunk, különösen az, hogy a te lényedből való lényedet adtad bele ebbe a világba, Jézus személyében, és hogy ő benne ismerhettük meg azt, hogy milyen közel van hozzánk, hogy mennyire benne vagy az életünkben, hogy ő az igazi világosság. És köszönjük neked, Urunk, hogy ahol a te szavad megszólal, ott a legreménytelenebb sötétségben is kigyúl a fény, látszik valami Jézus világosságából. És mi ezért könyörgünk, hogy ebben a világosságban hadd járhassunk tovább. Ebben a világosságban hadd szemlélhessük egymásnak az arcát, a gyermekeinknek a jövőjét, az egyházunknak a sorsát, az egész világnak, benne a mi népünknek is az életét. Köszönjük néked, hogy erre jogosítasz föl bennünket, akik a világosság gyermekeinek tudhatjuk magunkat. Ó, hadd legyünk igazán azok, annyira, hogy mi magunk is hadd árasszunk tovább valamit ebből a világosságból magunk körül. Olyan nagy szükség van, Urunk, a te világosságodra, a te teremtő hatalmadra, a te könyörülő irgalmadra. Így tárjuk oda eléd gyülekezetünket, családjainkat, gyermekeinket, hozzánk tartozóit, közelben, távolban, szenvedőket, betegeket, gyászolókat, sötétségben ülőket, és az egész világ. Áraszd ránk a tettságodat, Jézus Krisztusban. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen.
áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, terejád, és adjon te néked békességet, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen.